Az utóbbi néhány évtizedben megszokhatták a termelők, hogy ide mindig fordulhatnak szakmai tanácsért. Most is így van? Kollégáim felkészült szakemberek, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban, úgy, ahogy államtitkár úr itt a bevezetőjébe is mondta, hogy látta azt, hogy mikor lépi át a bói területeket, ez magáért beszél. Mekkora területen termesztenek önök vetőmag szóját, illetve áru szóját? Hát szóját az idejében 2000 hektáron termelünk, ebből 1800 hektár nagyságrendileg a vetőmag előállítás. Ennek a nagy része a saját vetőmag felszaporításunk, és bérben más megrendelések alapján másoknak is szaporítunk föl vetőmagot. Ebből látszik az, hogy az áru alap az gyakorlatilag, ami a takarmányiparba megy, az bújban viszonylag kevés, ez az integrációból kerül a takarmányüzemünkbe. A szója termesztés egyik legfontosabb eleme az, hogy újabban a vetőmagokat oltják. Miért is? Vetőmag oltása az egy rizóbium baktériummal történik, aminek a lényege az, hogy ez a baktérium szimbiózisban él a szójával, és a levegőben lévő nitrogént megköti a saját szervezetébe, és ezt mint tápanyagot szolgáltatja a szójának. Nagyon sok vita van arról, hogy ezt kell oltani azon a területen, ahol már volt szója, vagy nem kell oltani. Nekem meggyőződésem az, hogy annak ellenére, hogy mi bójban már 1974-ben elkezdtük a szóját termeszteni és oltani, a mai napig is oltjuk ezeket a szójákat, és ott, ahol oltás van, ott ennek a pozitív hatását mindig látjuk is.